Vaethanen heti szakaszát olvassuk a héten, ami több szempontból is magyarázatra szorul, hogy miért. Ahogyan ezt nyilván sokan tudják, ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja, Tisza B'Av, Áv hónap 9-e, az a nap, amelyik a zsidó történelemnek a legszomorúbb napja. Böjtöltünk is eleget 9 Böjtöltünk, előtte a különböző szokásokat is igyekeztünk megtartani, és ennek a böjtnapnak van egy olyan sajátossága, hogy ilyenkor még tanulni sem igazán szabad, csak olyan a hagyományunknak a szomorú részét képező szövegeket tanulmányozhatunk, amelyik valamilyen módon a pusztulásról szól. Tulajdonképpen ezért kárpótol minket Vaethanen heti szakasza, ami tartalmazza az egyik, ha nem a legismertebb szövegünket, ima szövegünket, a smának a szövegét, egyrészt, másrészt pedig a 10 parancsolatot is. Álljunk meg egy pillanatra, hisz nézőink nem mindannyian tudják, hogy a smá az egyik legfontosabb imánk. Erről ha mondana pár szót. A smá Iszrael az az imánk, amit naponta kétszer elmondunk, a reggel, illetve az esti imában, illetve rövidebb részei azok az ima más pontjain is előfordulnak, és ezt minden nap, akár ünnep, akár hétköznapról van szó, kétszer ezen a módon, tehát a három szakaszát ennek az imának el kell mondanunk. Olyan szövegről van szó, amelyik tisztán túrai, azaz mind a három szakasza a túrában megtalálható, és ezek közül a legismertebb talán, ha lehet ilyet mondani egy ima szöveggel kapcsolatban, az első szakasz, aminek az első mondata Izraelnek a hitvallomása, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy. Akkor térjünk vissza a heti szakaszra. Vaethanen, ahogy említettem, ez a heti szakasznak a neve, ez annyit jelent, hogy és fohászkodott. Kiről van szó? Mózesről, aki még nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy tétova kísérletet, egy utolsót, hogy engedjen meg az örökkévaló, hogy beléphessen Kánaán földjére. Egészen pontosan két dolgot kér, az egyik, hogy engedje látni azt a földet Isten, a másik pedig, hogy engedje, hogy belépjen. Válaszból, Isten válaszából kiderül, hogy a kérésnek az egyik fele meghallgatásra talál, mégpedig az, hogy az örökkévaló engedélyezi Mózes számára, hogy benézhessen legalább abba az országba, ahova elvezette a zsidó népet, és ebből egy örökbecsi tanulságot vontak le a bölcseink, miszerint az ima az arra elegendő, hogy a vágyainknak a felét elérjük. A másik felének a teljesítéséhez nyilván gyakorlatra és egy csomó minden másra van szükségünk, de az imádkozás alapvetően segíthet. Amikor a bölcsek ezt a Vaethanen kifejezést elemezték, azt mondták, hogy Mózes itt imádkozott. Vaethanen és Tfilá, Tfilá azt jelenti, hogy ima, ugyanannyi a két szónak a számértéke, mind a kettőnek 515, és ebből is ezt a következtetést erősíthették meg bölcseink, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták azt, hogy Mózesnek volt olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az örökkévaló előtt, és azért fohászkodott, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen. És volt olyan imája, amelyik kifejezetten rövid volt, amikor a testvéréért Miriamért imádkozott, és ez az ima ez úgy hangzott, Istenem kérlek gyógyítsd meg őt, és ez a rövid ima is ugyancsak meghallgatásra került. És ezzel kapcsolatban sokszor fölmerül az a kérdés, hogy vajon a hosszan vagy a röviden mondott imádkozása az, ami nagyobb eséllyel pályázhat arra, hogy a jó teremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Brachot traktátusa a Talmudnak azt írja, hogy aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. És ez azt sugalná, hogy akkor érdemes hosszan imádkozni. Tehát akkor azt ajánlja a nézőinknek, hogy ha hosszabban szeretnének élni, egészségbe, boldogságba, az örökkévaló tiszteletébe, akkor többet imádkozzanak? Én inkább azt javasolnám, hogy elmélyülten tegyék. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy napi több órát kell imádkozással tölteni, de azt feltétlenül, hogy amikor valaki imádkozik, akkor ezt tegye úgy, hogy elmélyülten és valóban próbáljon meg kavanával, amit áhítatnak szoktunk fordítani, de talán nem is ez a legfontosabb fordítása a dolognak, hanem egyfajta tudatosságot jelent. Úgy imádkozni, hogy akkor próbáljon meg minden környezeti ártalmat kizárni az ember az imájából, és valóban a Kadosh Baruch Hu, az Izrael Istenéhez fohászkodni azért, hogy a vágyai, a kérései meghallgatásra kerüljenek. Bízunk benne, hogy kéréseink meghallgatásra fognak kerülni. Bízunk benne, hogy a Magyarországon élő zsidó közösség minden tagja
az elesettekért és a gyógyulásra szorulókért is imádkozni fog. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Mielőtt véget vetünk eme villáminterjúnak, mondja el, hány órakor kezdődik az Isten tisztelet az Orzse sinagógájában, ahol ön a főrabbi. Ha nem is főrabbi, egyszerűen csak egy mezei rabbi, az Orzse zsinagógájában a péntek esték mindig 18 órakor, a szombat reggeli imádkozások mindig 9 órakor kezdődnek. Skajach!